interjú összeállítással folytatjuk Kultúra napi műsorunkat. Köznevelődési szokásokról, lehetőségekről kérdeztük a várospolgárait. Jó napot kívánok! Mit vásárolt? Rejtvény újságot. Milyen kiadványokat vagy folyóiratokat szokott rendszeresen vásárolni? Hát rendszeresen rejtvény újságot. Különben pedig színes folyóiratokat. És otthon van-e olyan valamilyen napilap, amit rendszeresen járat? A napló. Egy szabad földet. Minden héten eljövök, megveszem, nagyon szeretem ezt az újságot. Mi ez a kiadvány, amit otthon is járat, vagy folyóirat? Nyugdíjas vagyok, nincs. Nem járatok, nem kerül. Hát rejtvény újságot vettem volna, de nincs az, amit akartam kérni. Milyen kiadványokat vásár rendszeresen? Hát átlagban a Népsportot szokom megvenni, rejtvény újságukból a Törd a fejedet, a Kitolót, az a Vadász rejtvény újság, akkor a Egy szó mint száz, akkor ez az új West Népsport rejtvény magazint. Ezeket szoktam megvenni. Van-e olyan, amit kinézett magának, és még nem tudta megvásárolni? Van, van. Itt nagyon sokszor megveszek egy-egy kis könyvet, ha olyan 60 forint körül. Nem nagyon kerül. Nem nagyon kerül. Szegény vagyok. Olyan drágák mostanában az újságok is, meg az összes rejtvény újság, hogy egyéb kiadvány, hogy az embernek a zsebpénzét nagyon be kell osztani, mert hogy kerüljen erre is. Kulturális rendezvénye mikor vett részt utoljára? Hát a várpalotai napokon nem tudtam részt venni, mert beteg voltam szememmel. Milyen kulturális rendezvényre szeretne eljutni? Hát színházba, kirándulásra. Máshova, innét az idősek klubjából nincs lehetőségünk. Se anyagilag, se pedig időhiány. Az elmúlt év kulturális eseményei szerint, ön szerint melyik volt a legnevezetesebb? Hát, nem tudom. Én nekem egyforma volt minden. Hát minden nap bent vagyunk a klubba. Itt, amit mind csinálunk, ilyen kis színházat, táncot, énekelünk, énekeltünk. Már megszűnt egy pár társunk elment, aki vitte a hangulatot, azt most már csak vagyunk ilyen szomorkásan, mint az idő, meg amilyen a világ. Kulturális programon mikor vett részt utoljára? Hát, mikor? Régen. Még mikor a Honvédségnél a Tiszti Klubba jártak a pesti színészek, oda szoktunk elmenni, volt bérletünk, vagyis az otthonnak volt mindig egy pár bérlete, ahogy el szoktunk menni. Meg a kultúrházba, hogyha voltak az idősek napja, vagy öregek napja, amit a tanács szokott rendezni. Hát szeretem én is, szeretném a színházat, muzit is, de hát sajnos mindig valami jön, ami közbeszól, hogy nem lehet. A betegség is, meg hát anyagilag is. És most ezek mind meg is szűntek, mert nem kapunk, még oda se tudunk elmenni, mert ugye nincs rá keret, nem adja a tanács a bérleti jegyeket. Hová szeretne eljutni? Jaj. Hogy én hova szeretnék eljutni? A minisztériumba. Ott szeretném kiönteni az idősek embereknek a sorsukat, bánatukat, az elhagyatottságokat. Meg jó volna, ha egy kis filmbemutató volna, mert nem mindenkinek kerül arra pénze, hogy 70 forintos mozi jegye elmenjen se egy színházba, mert félünk is a közbiztonság miatt, mert már 6 órakor bizony nem merünk az utcára menni, és azért nem ártana, ha ide hoznának egyszer-egyszer egy filmet, vagy egy előadó művészt, vagy nem olyan nagy igényel, nem kell nekünk a Hofi Géza, meg nem tudom ki, de azért a városnak a problémájáról szeretnénk többet hallani, mert már este nem megy senki se ilyen fórumokra, és azt szeretnénk meghallgatni. Mit tudsz a házszolgáltatásairól? Milyen kulturális programok vannak? Hát, tudom, én is járok jazzbaletre, van aerobik minden héten, két hét. Tudom, hogy van kiskorúaknak angol nyelvi, meg német nyelvi oktatás. Múltkor láttam, hogy van, aztán balett,
Az is ilyen 14 éven aluljaknak. Ezen kívül azt hiszem más tudani nem tudok. Számodra mi volt a legemlékezetesebb kulturális élmény az elmúlt évben? Ami a városban történt? Kulturális élmény? Hát jóisten. Hát talán galériában megrendezett szavalóverseny. Milyen gyakran járnak mostanában az emberek moziba? Hát az a filmtől függ, hogy milyent játszunk, jó a kritikája, attól függ a látogatottság is. És melyik volt ez a film ön szerint, amelyik a legjobb volt, legnézettebb az utóbbi hónap? A Nagy durranás, egy amerikai szinkronizált film, a teltházunk volt mind a két nap, amikor játszottuk. Most reméljük, mert visszakértük a filmet, hogy ismét teltházzal leszünk. És milyen filmeket hiányoltok? Milyen jellegű filmeket? Ezek úgy általában jók. Melyik volt az a film, ami a legjobban tetszett nektek az elmúlt napokban? Nem. Amelyikre eljövünk, hát az évünk, hogy megnézzük, és jó. Milyen gyakran jártok moziba? Nem túl gyakran végül is. Melyik volt az a film, ami az utóbbi hónapokban a leginkább tetszett nektek? De végül is jó filmek vannak nagyon, szóval mindegyik tetszik, mert mindegyik megy, csak az embernek ideje nincs, meg pénze nincs rá. És milyen jellegű filmeket hiányoltok a mozi műsorából? Filmvígjátékokat. Filmvígjátékokat. Szerintetek mi volt a legnevezetesebb kulturális rendezvény a városba az elmúlt évben? Fogalmam sincs. Fasz. Az utóbbi hónapokban melyik volt az a film, amelyik a legjobban tetszett? A Kipurcant a Baby Chess. Milyen jellegű filmeket hiányolsz a mozi műsorból? Hát nem járok gyakran moziban, úgyhogy nem tudom. Szerinted az elmúlt évben melyik volt az a kulturális rendezvény, amelyik a legnevezetesebb? Nem tudom. És milyen kiállítást nézne meg szívesen itt a galériában? Hát én úgy vagyok fel, hogy minden kiállítást szívesen megnézek, és hogy úgy mondjam, már várom, hogy na, most hogy sikerül, meg milyen lesz a látogatottság, és én egyformán várom mindegyik új kiállításunkat, hogy hogyan, és hát én érdekesnek találnám, ha volna egy a festészet mellett, festőművészet mellett egy ilyen fotókiállítás is, ami azt hiszem be is van ütemezve. Be van ütemezve? Igen, akkor lesz majd egy fotókiállítás. Ugyanúgy ilyen kis plasztikáknak a kiállítását is én szívesen venném. Milyen könyveket keresnek, vásárolnak az emberek? Hát általában a nők nagy része a szerelmes könyveket keresi. Ezek általában a Vörös Rózsa sorozatok szoktak lenni, maga a Jenny-nik, amik nálunk elég ritkán szoktak lenni. A férfiak általában a szakkönyveket keresik, és a fiatalok persze a kötelező olvasmányokat. Fel tud idézni valamilyen különleges kívánságot? Hát többször volt, hogy bejöttek a Tolnai történelmet keresni, ami nálunk is volt, elég hamar elfogyott, mert pár darabot kaptunk belőle. Elég ritka az, mikor ilyen különös kívánságokkal jönnek az emberek, mert általában azokat a könyveket keresik, amiket reklámoznak a tévében, vagy különböző más helyekről értesülnek, amik nem olyan különlegesek. Az elmúlt év kulturális rendezvényei közül melyik volt a legemlékezetesebb a számára? Kulturális esemény közül? Hát... nem tudom. Mely szolgáltatásokat vették leginkább igénybe az elmúlt évben? Hát az elmúlt évben, mint az előzőekben, a kölcsönzés, a helyben használat, a helyben olvasás. Hiányolták a gyerekek a zenei részleg használatát, hogy nem tudtak zenét, mesét hallgatni. A lutra vásárlás nagyon népszerű itt a könyvtárban, a lutra matricák és albumok nagyon fogynak, és a csereklubba nagyon szívesen jönnek.
csütörtökönként. Illetve pénteken nagyon népszerű a videómozi minden péntek délután. Milyen szolgáltatásokra lenne még igénye a gyerekeknek? Hogyan tapasztaltátok? Hát, mint mondtam, a zenei részleg az nagyon-nagyon hiányzik. Nagyon-nagyon igényelnék a gyerekek, hogy mesét és zenét tudjanak itt hallgatni. Hát ezen kívül jó lenne, hogyha sokkal több videófilmünk lenne, azt is nagyon szívesen néznék a gyerekek, és elég kevés a folyóirat állományunk. Ezt nagyon jó lenne, ha lehetne bővíteni. Az idén rendeltünk 11 féle folyóiratot, hát ebből lesz olyan, ami sajnos nem fog jönni, és ez nagyon-nagyon kevés. Annak idején, mikor idejöttem 87-be dolgozni, akkor 25 féle gyerek folyóirat járt ide. A könyvállomány mennyire tudja kielégíteni az igényeket? Hát többé-kevésbé. Minden új megjelenő gyerekkönyvből most ott tartunk, hogy azért egy vagy két példányt meg tudunk vásárolni, de ugye ez az első két gyerekhez jut el, a többihez nem. A többihez vagy egyáltalán nem, vagy nagy késéssel, úgyhogy nagyobb példányszámba kellene vásárolnunk. De nagyot javított a helyzeten tavalyhoz képest az alapítvány, aminek a révén azért több könyvet tudunk venni. Az elmúlt évben mi volt számodra a legemlékezetesebb kulturális esemény a városban? Hát talán a Népszabadság fóruma itt a könyvtárban, amelyiken nagyon jól éreztem magam, nagyon jó hangulatú volt, és hát nagyon jó volt megismerkedni azokkal az újságírókkal, akik számomra a legjobb napilapot szerkesztik és készítik. Az elmúlt évben mi volt a legemlékezetesebb kulturális élmény számodra? Hát nagyon nehéz választanom, mert egy kicsit kultúrával megfertőzött könyvtárosként szinte minden rendezvényen nagy kedve és élvezettel voltam jelen. Valóban hirtelen talán a karácsonyi hangversenyt említem meg, hangulata miatt felemelő kellemes élményt jelentett számomra. De egy pillanatra ne haragudjon, hadd állítsam meg. Miért jött be a könyvtárba? Miért jöttem be? Mert hogy is mondjam, 2 éve munkanélküli vagyok. És hát valamit az embernek az agyát mozgatni kell egy kicsit. És könyvek hozzá segítenek. Megvenni a könyveket nem tudjuk sajnos már évek óta. Csak ami a gyerekeknek a tanulmányaikhoz szükséges. És hát így próbálunk egy kicsit valahogy szintet tartani. Milyen gyakran jön ide? Változó, attól függ, hogy hát mennyire érdekesek a könyvek, mennyire tudnak lekötni. Tehát meg hát mennyi idő van olvasni. 2 hetente havonta. Mennyire elégedett a könyvtár szolgáltatásaival? Hát talán a szakirodalom már, ami a gyerekek részére szükséges lenne, az lehetne egy kicsit bővebb. De hát ezek a könyvek a legdrágábbak, és gondolom a könyvtárnak erre nem telik annyira ezeket megvenni, mert ezek a színvonalas könyvek elég drágák. Említene néhányat azokból, amiket most választott ki? Hát az igazság szerint, amit szívesen említenék, most nem is látom. Hát persze itt van. Kicsit jó? Igen. Úgy látom, hogy inkább krimiket választott. Miért? Most igen, mert vannak olyan időszakok, amikor nem tudnak lekötni a komolyabb művek, mert az embernek a mindennapi életben elég sok gondja, baja van, és inkább kikapcsolódásképpen visszük ezeket, még ezt félre lehet tenni fél óra múlva, szóval nem, az embernek nincs annyi ideje, akkor ezt jobban tudja olvasni. Egy várpalotai középiskolás a városban milyen közművelődési formákat, lehetőségeket vehet igénybe? Én azt hiszem, hogyha körülnéz és megtalálja magának érdeklődő dolgokat, akkor rengeteg kiállításra tud elmenni, mert csinálnak a galériába, sőt hangversenyeket is rendeznek, hát templomba szoktak orgona hangversenyeket, de ezen kívül szerintem szoktak normális dolgokat előhozni művelődés céljára. Egyet értesz? Nem értek egyet, mert hogyha például én el akarok menni egy színházba, akkor itt Várpalotán nem tudok elmenni, hanem Veszprémbe kell mennem. És ezért inkább kevés lehetőség van arra, hogy művelődjünk. Színház nincs, ezt említetted konkrétan, mi az, ami még hiányzik?
Hát szerintem hiányzik egy olyan helyiség, ahol fiatalok elmehetnek bármikor. Tehát, hogyha én el akarok menni, mondjuk beszélgetni valahová társaimmal, vagy elfoglalni az időt, akkor nincs olyan lehetőség, hogy elmenjek oda. Ifjúsági klub? Igen, valami ilyesmi. Tehát ott vannak ezek a kocsmák, de hát oda nem megy be egy fiatal, csak akik inni járnak. Thank you.